Már túl vannak az AVG-s diákok a félévi osztályozáson. Most már a jegyek ismeretében megkezdődhet az évvégi jobb jegyek megszerzéséért történő tanulás. A középiskola igazgatója elmondta, diákjaik a 4,1-es átlagot produkálták. Azt gondolom, hogy alapvetően elégedettek lehetünk, hiszen igen magas követelményeknek kell megfelelni a diákoknak. Másfelől viszont az ember mindig elégedetlen, és mindig szeretné, hogy ez az átlag kicsit emelkedjen. Azt is elmondhatom, hogy a diákjaink nagy része becsülettel és tisztességgel igyekszik ezeknek a követelményeknek megfelelni, amit az azon kívül, hogy az átlag mutat, látható a sok kitűnőből és sok jelesből, viszont vannak olyan diákok is, akiknek úgy tűnik, hogy ez a követelményrendszer magas, vagy esetleg motivációs problémák miatt nem tudtak úgy teljesíteni, hogy mi elvárjuk tőlük. Az ő esetükben arra gondoltunk, hogy az elkövetkező hetekben a szülőkkel történő egyeztetés után megpróbáljuk megtalálni azt az utat, amely eredményeképpen évvégére remélhetőleg ezek a jegyek majd szebbé, jobbá válnak. Tóth Tamás hozzátette, a félévi osztályzatok esetében főként az értesítés a legfontosabb szándék. Ilyenkor a pedagógusok is sokkal szigorúbban osztályoznak, arra ösztönözve a fiatalokat, hogy még jobban teljesítsenek az évvégi jegyekért. Megfigyelhető évfolyam és megfigyelhető képzés típus közötti különbség is. Az évfolyamok esetében általában az első bejövő évfolyamok és az utolsó évfolyamok azok, akiknél jobbak az átlagok. Az elsősöknél azért, mert még meg akarnak felelni, és még ugye mindenféleképpen talán motiváltabbak az új körülmények között. Az utolsó évfolyamokon pedig ugye már a felvételi pontszámítás miatt érzékelhető, hogy a diákoknak nagyobb része veszi komolyan a munkát. Az osztályozó értekezlet a pedagógusok számára is fontos tapasztalattal szolgált. Érződik, hogy talán szigorúbbá válik a felsőfokú oktatási intézményekbe történő beválogatás, illetve bekerülés lehetősége, amely azt jelenti számunkra is, hogy valóban törekedjünk a diákjainkat még motiváltabbá tenni, esetleg olyan tantárgyak esetében is, amit ők úgy gondolnak, hogy nem szükséges, hiszen most hallottuk, hogy 2012-től már a felvételi pontoknál kötelező egy természettudományos tantárgyat is, ból is évvégi osztályzatokat vinni, függetlenül attól, hogy hova jelentkezik a diák. Az eredmények javítására még van idejük a diákoknak.